Balki vagyok, és ez itt a Specialized SX Trail Bike Check-en. Bemutatnám nektek kedves kerékpáromat, ami az újabb fajta Specialized SX Trail, tehát nem a szögletes verzió, hanem a 2013 utáni kiadás. Lassan másfél éve használom ezt a kerékpárt, és eddig minden elvárásomat felülmúlta. Általában nincs olyan, hogy minden stimmel egy biciklin, valami mindig el van romolva, viszont eddig elég hű társam volt, nem merek hozzáérni, hogy leesni a sziklám. Amit megélt eddig, az leginkább Jánoshegy és néhány bike park, szóval annyira nem volt durva igénybevételnek kitéve. Sziasztok! Jó bicózást! Volt már merevvázas kerékpárom, és volt már fullos, downhill-es, duplavállas, teleszkópos kerékpárom is. Úgy tűnik, hogy ez a középút vált be nekem legjobban, freeride, enduro felhasználás. Amiért itt vagyunk, az az, hogy megnézzük, hogyan muzsikál a pályákon ez a bestia, viszont előtte gyorsan, essünk túl az unalmas részen, nézzük meg, hogy milyen alkatrészekkel van felszerelve. Villa az egy RockShox Lyric RC, meg levegőráfújás is van benne. Rugostak pedig a legegyszerűbb Fox One RC, és ezek elől-hátul 170-180 mm mozgást biztosítanak, ami vajpuha, de tényleg. Fékek, első Shimano fékeim, Saint és alul pedig Z megkombósítva, és annyira jól sikerült ez a kombó, hogy semmi kifogás nincs a fékerőre. Közben eszipogja ott a háttérbe. Jó életem voltam. Stutzni, Truvativ, Hasselfeld, Kormány, Rendhal, Fedbar, Markolat, Kopott, Giant. Kényelmetlen nyerek, Truvativ, nyerekcső. És van rajta két nagyon jó Mavic Bike Positive Novatec kerékszett, ami ilyen nagyon szépen fel van matricázva még az előző tulajtól. Maxxis Minion 3C kevert külsők. A hajtás pedig egyszerű Shimano Deor, Spiral pedál. Lánszterelő nincsen, mivel egy Narrow Wide rendszer van kialakítva a bringán, és hátul X0-ás váltó van szerelve. Szóval azt azért ettől a biciklitől se várhatja el az ember, hogy magától felguruljon a hegyre, de ezzel sokkal szívesebben megyek el tekerni. Nyomj a tessa! Egyik legjobb benne, hogy könnyű. Félreértés ne essék, ez nem az a kerékpár, mivel a puszta önszántatból szórakozásként elmész felfele tekerni, mert arra nem jó. Arra nem. Kis enduro szesseket is lehet vele nyomni, ahol nem a gyorsaságra mész, hanem csak így lazán pumpálgatsz és fordítgatod, felfelé is szívesebben tekerek el vele kommentig kápolna helyett, úgyhogy már azért is megéri. Még nem nagyon volt olyan, hogy kevésnek éreztem volna, vagy korlátozott volna egy DH pályán a rugó út, viszont egy nagyobb villa talán elférne benne, mert elég hamar elfogy az a 170 mm út elől. Az nagyon jó benne, hogy megvan vele az a kerékpáros élmény, hogy tekered és gurul, elől sem kell váltó, jól teszi a dolgát az a 10 sebességes Narrow Wide rendszer. Na lássuk, vajon ezen itt feljutok-e? János ilyen kiskanyarokban eleinte nehéz volt hozzászokni, hogy azért ez egy hosszú váz, bikeparkok nagyobb fordítóiban kényelmesebb, de azért nem vészes, szóval lehet rakosgatni kicsiben is, csak rá kell érezni. Ugye mindenki hallotta azokat a dumákat, hogy Magyarországon nem kell DH-gép, János egy dupla vállás teleszkóp felesleges. Igaz, egy ilyen biciklin is tökéletesen el lehet lenni, azért tök sokaknak jobban passzol egy downhill gép, és még élvezhetőbb el a ride. Tell me we'll be fine.
ezt a kerékpárt. This is the cameraman. Nos srácok, vége is a videónak, ez volt az én biciklim, vagyis lesz is még egy jó ideig, mert nagyon-nagyon szeretem. Most volt egy kisebb szünet, de jövő héten jövünk megint egy még izgalmasabb videóval. Csööö!